Bár körvonalazódnak a feltételek, biztosat még mindig nem lehet tudni az IMF-fel és az EU-val folytatott tárgyalásokról. Elemzők szerint a holnapi Orbán Barroso találkozón a magyar kormányfő várhatóan megerősíti szándékát a kifogásolt törvények megváltoztatására. Ezt a pozitív várakozást már a piac is mutatja, a forint ugyanis erősödik, hosszú idő után ma először az euró kevesebbet ért 300 forintnál. Ezért azt a döntést hoztuk. Orbán Viktor múlt hét szerdai felszólalásában már érezhető volt az együttműködésre való hajlandóság. A mai napon levelet küldtem Barroso elnök úrnak. Kifejeztem azt a véleményemet, hogy a bizottság által felvetett problémák könnyen, egyszerűen és gyorsan orvosolhatók. Jövő héten esedékes találkozónktól pedig gyors eredményeket remélek. Holnap már a bizottsági elnökkel találkozik a magyar miniszterelnök, amitől szakértők azt remélik, hogy megerősíti a változások iránti hajlandóságát. Nem látok különösebben nehéz ügyet. Még múlt héten a kormányfő azt mondta a közrádióban, hogy akár megállapodás is születhet a bizottság által kifogásolt törvényekről. Az viszont még mindig nem világos, hogy milyen előfeltételei lesznek az IMF tárgyalásnak és a majdani megállapodásnak. Annyit lehet tudni, hogy a kötelezettségszegési eljárások miatt változás várható a jegybank törvényben, a bírósági szabályozásban és az adatvédelmi hatóság függetlenségére vonatkozó szabályokban. De ugyancsak feltétel lehet a válságadók kivezetése, a költségvetési tanács megerősítése, szigorúbb költségvetési politika és az adózási szabályok megváltoztatása is. De szó lehet a jegybanki vezetők eskütételéről, a 2 millió forintos fizetési plafonról, a szociális juttatások átalakításáról, a közösségi közlekedési vállalatok átszervezéséről és a magáncsőd intézményének bevezetéséről is. Hullámszerűen várható a mozgás. A várható változásokra a piac már is reagált. A pénzügyi elemző szerint a konkrétumok hiánya miatt csak lassú erősödés látható, de a tárgyalások alatt is erősödhet a forint, és a megállapodásnál akár 295-re is erősödhet a forint az euróhoz képest. Amennyiben egy-egy pontról, vagy egy-egy konkrétumról újabb híreket kapunk, vagy akár a másik oldalról, az IMF vagy EU részéről érkezik olyan kommentár, amely megerősíti azt, hogy jó úton járunk a megegyezés felé, akkor ez további forint erősödést is okozhat. Varga Mihály államtitkár azt nyilatkozta, hogy leghamarabb márciusban születhet meg a megállapodás.